Közel 100-an szorgoskodtak szombaton már a reggeli óráktól a fényes fürdő és a tanösvény környékén. A szezon vége óta sok helyen burjánzott el a növényzet, de a falevelekkel takadt részeket is kitisztították az önkéntesek, hogy nyitásra és a vendégcsalogató jó időre szép környezet várja a tataiakat és az ide látogatókat is. Az, hogy sok-e a munkász, azt gondolom, hogy önmagáért beszél, a másik, hogy ugye kisütött a nap itt a tavasz, és lassan nyitni fog a fényes fürdő, ami szerintem Tatárnak az egyik legnagyobb égköve. És azt gondolom, hogy ezek az összejövetelek, ezek a társadalmi munkák, ezek közösségformáló erők is. Tehát mindamellett, hogy hasznosan töltjük együtt a tataiakkal az időt, hasznot is hajtunk, szépítjük a környezetünket, és hiszem azt, hogy egy olyan fényesért tenni akaró közösség fog létrejönni a városban, ami a fényes fürdőnek az újjászületését fogja segíteni. Nagyjából olyan 50-60 társadalmi munkás jött össze a városból, és őket egészíti ki a Városkapu ZRT munkatársi köre, és hát természetesen ezeket a veszélyes munkákat, vagy hát a szakmunkákat ugye a Városkapu ZRT végzi, és hát a kézi munkát, mint lopseprés, gajhordás, személygyűjtés, az pedig a társadalmi munkások, de ugyanígy dolgoznak a tanösvényen is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és kegyes volt hozzánk az időjárás is. A fényes forrásvidéknek nagyon sok rajongója van, hiszen sok tatainak szolgált gyermekkor a színhelyül, és a mai napig is azt gondoljuk, hogy az egyik legközkedveltebb terület. A Városkapu működtetésében van most már lassan egy éve, és egyrészt szeretnénk azért is megteremteni a rajongói táborát, mert ezt a hatalmas területet, ahol tényleg ennyi munka keletkezik, ezt önmagában a Városkapu munkatársai csak úgy tudják elvégezni, hogyha jelentős segítséget kapnak. Persze minden munkának kell, hogy legyen ellenszolgáltatása. Mi azt ajánljuk fel, hogy aki nekünk ebben segít, annak mi lehetővé tesszük, hogy valamilyen módon ő is igénybe tudja venni azokat az örömöket, amit egyébként ez a nagyon szép természetvédelmi terület a tataiak számára szolgáltatni tud. Sikeres volt, mert sokan eljöttek erre a felhívásra, megvendégeltük őket, és hát bízunk abban, hogy egy jó közösség is találkozott itt egymással. És a folytatásban pedig azt gondoljuk, hogy adott számunkra olyan impulzusokat, ami alapján mi ezt majd még inkább egyrészt közkedveltén, másrészt pedig szórakoztatóvá, tehát egy szabadidős hétvégi kikapcsolódást szolgáló, egyébként meg tényleg egy aktív önkéntes nappá tudjuk majd alakítani.